Sziasztok, üdvözlete minden Szegedről. Új szegedi hídnak a lábánál majd, hogy nem. Itt előtte van ez a régi tér. Szabrózevel térnek hívták régebben. És az különleges, hogy itt innen indult a kisvasút, hogy az emléktábla is mutatja. Az egykori szegedi kisvasút, amit majd be fogok járni, innen indult. És itt is van minden leírva a táblára, amit így innen érdemes tudni. És itt volt egy, és innen ment tovább, tehát ez az induló állomás. Itt a Tisza partján, errefele az árvízi emlékmű fele, a szegedi átrakó állomásig közlekedett. Egyébként 1975-ig működött a kisvasút, ez igaz, viszont ezt a szakasz egészen Szeged átrakóig már a 60-as években felszámolták, mikor a klinikákat építették. Egyrészt ugye pont a régi nagyvasút nyomvonalába is épült, ugye ott, ahol egykor a vasúti Tisza híd volt, ugye arra nyomvonalra épültek a klinikai épületek, ezzel elvágva a lehetőségét, hogy azt a hídat újraépítsék. Másrészt meg a túlva volt a kisvasút is a klinikáknál, ezért felszedték, visszavágták a nagy állomás mögötti tiszai rendezőpályaudvar Szeged átrakó állomásáig, és egészen 1975-ig az is maradt a végállomása. Akkor most innen kezdem majd el bejárni a vasutat. Még most már sötét elég, tehát majd a nyílt pályvonalra csak holnap megyek ki. Most gyakorlatilag szerintem Szeged átrakóig eljutok, vagy legalábbis valameddig, aztán majd onnan folytatom holnap. Hát induljunk is el. És egyébként még ennek a háznak van egy másik érdekessége, hogy Szent Györgyi Albert is lakott itt. Nézzétek, hát itt megyünk a nyomvonalon. És itt már majd, hogy nem így elérünk a klinikákig, vagy ez már lehet, hogy az is. Vagy hogy innen hátulról nem ismerem ezt a környéket. De valahol itt a mostani gyalogút helyén ment a kisvasút egykor. És hamarosan odaérünk az árvízi emlékműhöz, azt már mutattam nektek korábban, amikor a új Szeged-Szeged közötti nyomvonalat jártuk be. Csak van egy emlékműve a szegedi vasúti Tisza hídnak is, két vágány, ugye letéve egy méter hosszan. De erről a hídról már egy korábbi videóban beszéltem nektek, és megmutattam az új Szegednél lévő, még megmaradt hídpillért is. De itt halad valahol a kis vasút, nagyjából ott, ahol most én megyek. És hamarosan elérek az árvízemlékműhöz. Már kezd sötétedni, de szerintem ezt a szakasz még így meg tudom csinálni, anélkül, hogy teljesen rámesteledne. Vagy legalábbis addig veszem föl, ameddig tudom. Itt van az árvízi emlékmű. Sötétben még úgy sem mutattam. Na szóval itt valahol a garázs soron mehetett egykor a kisvasút, és itt errefele tovább. Aztán mindjárt ránézek a térképre, hogy pontosan hol járok. És itt van Szeged átrakó, csak közben besötétedett, úgyhogy innestől kezdve befejezem a bejárást, viszont holnap innen lehet folytatni. Na, tessék, indítsd az éjszakai üzemmód. Hát még nézem az épület másik. Hát a másik oldalát azt most nem, mert azt majd holnap nappal, ha úgy se látnánk semmit. De itt még van közvilágítás, ott még egy kicsit előrébb elmegyek, és akkor a többit meg majd holnap folytatjuk. Hát látjátok, itt volt, és itt volt a kisvasút végállomáson megszűnés a pillanatában, és akkor még járt ide ki villamos is. Aztán amikor azt megszüntették és már gyalogolni kellett a nagy állomásig, az Indóász térig a járatokhoz már volt annyira vonzó. És egyébként itt még szerintem ez a Szeged-Tiszapályaudvarhoz tartozik. Ez a másik épület is, de itt szolgálati lakások vannak, legalábbis voltak régebben. De egy-kettő az most is lakott, az látszik, mert így a villany. És akkor, és ide hallatszik a hangos bemondó. Tehát itt van mellettünk a szegedi nagy állomás is. Most visszamegyek, mert itt meg úgyse látok semmit, és akkor majd holnap innen folytatjuk. The next day. És akkor Szeged átrakó, immáron nappal. Akkor most megyek, megnézem a túloldalát, egyébként ott van már a Szeged-Tisza, a régi rendezőpályaudvar. Ja, ennyi még megmaradt a rendezőből, és ugye itt a túloldalt volt a kisvasútról a nagyvasútra átrakodási lehetőség, és a kisvasút egykori végállomása is. És itt van a túloldala, hát fák benőtték, jobban nem lehet látni, és itt ment egykor a kisvasút előtte, és itt volt az átrakó.
ennyi még megmaradt belőle. Hát ez pedig Szeged-Tisza, ugye a maga teljes valójában. Egykor még a kamionszállító rolakocsiknak a kísérőkocsijait is itt őrizték. Úgy látszik, ez már változott. Valószínűleg egyébként ezeket a kocsikat is csak tárolásra hagyták, itt nem nagyon van már itt forgalom. És ez volt az átrakó. Kis vasút vágányai a túloldalt voltak, és itt lehetett nagy vasútra átrakodni. Hát némi ágyazatkővel töltötték föl. Átrakó épülete viszont nem tudom, hogy mennyire lakott, a túloldalt viszont az egykori szolgálati lakások igen. Legalábbis egy-kettő biztosan. Épületből sok nem látszik, viszont ezek a régi porcelán szigetelők, mi a távédóvezetékhez tartozott, az igen, tehát itt elég gazdagon be voltak kötve a telefonok, nyilván kellett értekezni, és itt viszont sínszálakból van kirakva, ezek viszont kisvasúti sínek. Tehát szerintem valahol itt lehettek a vágányok, ezen a környéken. És itt volt a plac, ahol kisvasútról nagyvasútra átadhatnélek, hát nyilván ez volt a végállomás, tehát valószínűleg személyi pénztár is volt. Villanyóra szekrény, de az áramot már kikötötték, és igen, itt van a, ez egy régi tábla, a konténer terminál. És bizony Szeged-Tisza. Hát, nyilván OSB lappal sikerült lezárni, és egyébként zárva van, és hát be se lehet menni, ki van írva. Hát itt azért valaki megpróbálta, úgy látom, és friss lehet ári számoz van. Egykori váróterem, vagy pénztár lehetett. Aha, nem, ez a pénztár volt. Aha, itt volt a pénztár, és itt volt... Ja nem, váróterem, ja, igen, itt volt a jegykiadás, a jegykiadó ablak, és akkor mellette a pénztár, ez volt a váróterem. És itt, valaki már megpróbált bemenni. Ott van szemben az átrakó állomás, ez pedig a Szeged-Tisza fele vezető vágányok. És ami még érdekesség, túloldalt is megfigyelte, hogy valószínűleg itt régen volt egy teljes sodompó. Majd mindjárt mutatom, hogy miből gondolok erre. Ezt nézzétek, itt volt a sodompó tartója, és akkor ott lehetett a sodompó másik fele, csak szerintem itt megszűnt a szolgálat, és akkor szerelték le. És egyébként ott van a arrafele Szeged átrakó, ahonnan jöttünk, és a kisvasút pedig valahol itt jött ezen az a részen. Hát most ott a körtöltésen tudom követni, mert valahol itt a gazba ment, de el is van kerítve, meg ugye be is van gazosodva, itt nem lehet menni. Ezt nézzétek, ez lehet, hogy a kisvasútnak volt a töltése egykor, csak ugye földút épült rá, de ezt jelzi a térkép is, hogy itt a körtöltés mellett jött, keresztezve ott a nagyvasúti vágányokat, bár gondolom a valóságban nem keresztezve, inkább mellette ment. Mindegy, fentőre.hu, majd nézek térképet erről, hát ha van, mert azért itt 1975-ig megvoltak a sinek, és vannak ilyen térképek valószínűleg, de ezt nézzétek, így. Tehát ez pont kiadná nagyjából a kisvasút nyomvonalát, úgyhogy lehetséges, hogy ha azóta már szélesítették is, vagy hogy ez nem pont az, mert de már azt hittem, hogy a töltésre jön föl, de nem, tehát lehet, hogy mégiscsak ez volt a kisvasút eredeti töltése. Hát meglátjuk, mert esetleg elmegyek itt a végéig, mert úgyis arra kell menni. Ah, és meg ide hallatszik a hangos bemondás is. És itt jelzi folyamatosan a kisvasút nyomvonalát itt a töltés mellett. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy itt ment. Szerintem, hogy van egy érdekes objektum, ez nem tudom, mi akarna lenni. Én esetleg megmutatom. És akkor tehát egyenesen végig kell menni, és Szeged rendezőig el lehet menni, és ott a fűtőház mögött is jelzi, és akkor ott jelez egy megállót is a térkép, tehát valószínűleg ott is volt egy átlakó egykoriban. Ilyen nagy vasút esetlakozva, egyébként ott a háttérben már látszanak a felső vezetéktartó oszlopok is, tehát mondom, közel vagy most a nagyvasúthoz is. És közben
visszaérkeztem ide egy kis kerülő úton. Itt jött a kis vasút, térkép szerint legalábbis, és ez nagyjából így nyomvonal a térkép minden szerintem ezen a földútnak a helyén ment. És Szeged rendezőnél van egy körfűtőház, és a mögött is elment, és ezzel a földút szintén elmegy mögötte, úgyhogy biztos, hogy jó helyen járok, valahol itt kellett, hogy menjen. Egyéb töltésem volt, hogy bármit nem találtam róla, még egy ott felejtett szervékvese, viszont azt el tudom képzelni, hogy itt van egy-két ilyen hétvégi ház, meg többi, hogy biztos, hogy van olyan, ahol sínszálakból van. Vagy a kerítés, vagy a tetőlész, vagy valami, ez ilyen helyeken szokás. Van itt a téli kikötő, ez egy iparvágány, és amit szintén keresztez az egykori kis vasútnyomvonalat, bár valószínűleg az akkor még nem volt ott. És közben egyébként nagyon közel vagyunk a nagy állomáshoz is, vagyis hát egy Szeged rendező. És hát látjátok, itt van. Most éppen valami Switelski géppel dolgoznak. Hát nem tudom, mennyi látszik belőle. És közben ez már Szeged rendezőnek a hátsó része, és bizony az a kopolit üveges épület a körfűtőház, és a kisvasút a térkép szerint is itt jött előtte, tehát valószínűleg itt. Nagyon máshol itt nem mehet. És ott a távolban van egy iparvágány a téli kikötőhöz. Azt is majd mindjárt megmutatom. És bizony ez itt a körfűtőház és Szeged rendező. És szerintem itt sétálok az egykori kisvasútnak a helyén. És itt egészen az ötös útig lehet követni, hogyha jól láttam. És valahol ezen a környéken volt egy megállója is. Akkor ez egy másik nagy rejtély, hogy ezt a vágányt nem tudom mire vélni, hogy itt hirtelen vége szakadt, tehát itt biztos, hogy itt tovább jött. Van egy alakjelző, itt van egy váltó, ami többfele is ágazik. Itt biztos, hogy a rendezőpályaudvarból jött, de hova? Egykor és miért? Hát ezt ki kell nyomozni, és itt nem tovább, errefele, valahogy. Viszont arrafele csak az a tó van. Hát illetve az igazából csak egy öböl, szerintem a Tiszához is van kapcsolata. Tehát mindegy, tehát itt errefele tovább, csak a Tisza part van. Meg előtte a téli kikötő, viszont téli kikötőre viszont vezet egy másik iparvágány. És nézzétek meg itt az utat, egyik részét legalábbis leburkolták betonaljakkal, ezek nagy vasúti betonaljak. Viszont elég rázatós itt végigmenni rajtuk. Földúton viszont sok a sár. Tehát itt van az a másik iparvágány, ami rendezőből ágazik ki és megy a téli kikötőhöz. És egy aktualitás, azt a táblát nézzétek meg, tramtrén csarnok építés. Tehát itt épül rendező mögött a tramtrénnek az egykor, vagy hát a járműtelepe. És egyenesen tovább ment a térkép szerint a kis vasút erre. Szóval ott, ahol az a terelő út van, ott nekem egyenesen kell tovább menni. És látjátok, arrafele megy tovább, vagy ment egykor a kis vasút, és az utca neve is az, hogy Simpársol. Tehát ez azért jelent valamit, és itt volt valahol, vagy ezen az oldalon, vagy pedig itt, ahol most állok, egy megállóhely, az volt neve, hogy Hattyastelep. Tehát mondom, hogy az út helyén ment a kisvasút, és azt, hogy melyik oldalt volt a peron, azt én nem lehet tudni, de ez egy sima táblás megállóhely volt, legalábbis más nem ír a kisvasút.hu se. Tehát a külön épülete, vagy ilyesmi nem volt, ez egy táblás megállóhely volt egykoriban, Hattyastelep, és itt valahol. És akkor gyerünk tovább. Aha, és ezt nézzétek, tehát az utca neve Simpársol. Ez is a kisvasútra utal, és szerintem ott ment tovább egyenesen, de mindjárt elnézek a térképet, viszont azt mondom, hogy nagyon adja magát az a földút, hogy arrafele ment egykor a kisvasút. Ma mindjárt megmutatom az utcát is, ahol jöttem, de hát itt már semmi, tehát nyilván a környék is beépült azóta. Ugye 1975 óta azért eltelt egy kis idő. És akkor mindjárt mutatom, csak ellenfényes lesz, de legalább valamit látod, tehát innen, tehát itt. Itt nyílegyenesen jöttem, és azért rápillantok a térképre, de megmerem kockáztatni, hogy arrafele egyenesen kell tovább menni. Aha, és ezt nézzétek, mondom, hogy itt ment a kisvasút. Egy talfa. Ez biztosan, aha, és itt volt lerögzítve a sín. Aha, igen, itt ment. Megvan.
Így, akkor megvan a nyomvonal, és így jött. És akkor itt tovább egyenesen. És erről a talfáról nem írtak sehol, hogy itt is van. Tehát innen jött a kisvasút, és érdekes, hogy azt az utcát is kisvasútsornak hívják, de valójában ez a folyó alkalmatosság, akármi is ez, az itt megy párhuzamosan az utcával, viszont a térkép szerint a kisvasút a átellenes oldalon volt, tehát itt errefele kell menni, és nem biztos, hogy végig lehet követni, de itt van mellette a körtöltés, tehát ha más nem, akkor mindig fel tudok menni, úgyhogy hát követem, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutok. Na ezt nézzétek, micsoda tankcsapda van itt. Hát vonalbejárás nehézségei. Itt szerencsére ezért itt mellette valahogy el tudok menni, hát egy kicsit be kell menni a gazba, de hát ezzel nem olyan biciklivel, ezen gyalog se tudnék átmenni. De hát ez már csak ilyen. Erről jöttünk egyébként, és itt ment a kisvasút a földút helyén. Úgyhogy biciklivel meg már úgyis ráfért egy mosás. Hogyha ennek a vonalbejárásnak meg majd a honlapinak vége lesz, akkor meg úgy is megy nagy mosásra. Így bizony itt fordult a Telehalmi útra a kisvasút, hát, és előjött, de hát itt túl sok minden már nem látszik belőle. És a Wikipédia szerint ott nem sokkal a Szeged tábla után vannak még talpa maradványok. De hát az a kép már régi, és azóta lehet, hogy ráaszfaltoztak, de ott van egy maskaköves rész még az aszfaltra tud mellett, és egyébként a kisvasút az a túloldalt ment. Bicikli út viszont eme oldalt van, tehát nem fogom tudni a vonalat követni. Vagyok Szeged-Szabadkai út megállóhelynél, itt a túloldalt ment a kisvasút, és valahol itt volt. Erről, és itt túloldalt volt egy esőbeálló is még régebben, azt szerintem ott lehet, ahol a vadbeszéd jelző tábla van. Kicsit közelebb is megyek és megmutatom, mert szerintem az lesz itt az esőbeálló helyen, mert ott egy kicsit szélesebb a töltés, tehát ide most pont elfért. Persze nyoma az már semmi nincsen. Tehát valahol itt lehetett az esőbeálló, és a peron az nyilván egy picit hosszabb volt. És itt van egy maskaköves átjáró. Ez az, amiről korábban beszéltem, hogy a Wikipédia oldalon is az van, hogy itt még vannak megmaradt alfák. Ez valószínűleg igaz is, csak közben eltemették itt. Tehát szerintem, hogyha lehánynánk innen ezt a sódermaradványt, akkor előkerülnének. Csékét ezt a Street View-os Google képen is még látszanak, majd belinkelem ide, de szerintem ugyanez. És itt még az is látszik, hogy merre ment tovább a kisvasút. Na. Hát, hogy errefele. Ment tovább itt az út ezer részén a kisvasút. Hát sajnos a bicikli út a másik oldalon van, úgyhogy én csak ott tudok menni. De majd a túloldalról figyelem, hogyha látok valami érdekeset, akkor meg fogok állni. Tehát a kisvasút nyomvonal az itt elhagyja ezt az utat, és itt megy tovább. Itt viszont jól kiadja a nyomvonalat. Ja, megpróbálom itt követni, ameddig lehet, mert a közút az nagyon eltávolodik tőle. Itt már kissé nehezebben járható a nyomvonal, de végül is gaz nincsen, se szúrós akár. És errefele kell tovább menni, és egyébként itt van mellettünk a 136-os vasútvonal is. Ugye Szent Mihály teleknél keresztezte a kis vasút, és ott még az aluljáró az meg is van szerintem, amin átment a kis vasút a nagy vasút alatt. 1926-ban kezdték építeni, 1927-ben már át is adták. És ami érdekessége, hogy a legtöbb kisvasútban ellentétben itt nem a teherszállítás volt a fő cél soha, hanem a Szeged környéki tanyavilágnak a közlekedését akarták így megoldani. Sokáig egyébként még ment a húzavonna, már 1890-es évektől már ez probléma volt. Csak közben akkor fordítok a kamerám, mert az a baj, hogy erről fúj a szél, aztán ne zavarjon be a szélzaj. Tehát az már korábban, már a 19. század végén probléma volt, hogy az akkor még Szegedhez tartozó kisebb tanyaközpontok, tanyavilágok közlekedését valahogy meg kéne oldani. És már akkor szóba került a vasút, de hogy keskeny legyen, vagy normál nyomtávolságú, az nem sikerült eldönteni, és hát ugye végül a keskeny nyomtávolságú maradt. Egyébként ott van ott a Szeged-Röszkei vasútvonal.
És még az is lehet, hogy ott az a kisvasú töltése az a gazzal benőtt valami. Végül is erre jött. Sőt, 1923-ban az akkor még elég merész elgondolás volt, de ötlet szinten komolyan felmerült, hogy a trolibusz hálózatot is kiterjesztik a tanyavilág széléig. Nézzétek, ez a kisvasút egykori töltésén van, de nem biztos, hogy közel van a vasúthoz, lehet, hogy csak egy telekhatárt jelölő karú, amit már a felszámolás után raktak ki, viszont itt, ezen a töltésen mehetett a kisvasút. Más soma egyébként nincsen. És itt mellette meg megy a nagyvasút. Hát erről jöttem, erre. Itt ment a kisvasút mellettünk. Csak itt már kicsit benőtte a gaza töltését. És itt van egy távíró pózna, ennyi maradt meg, ez jelzi a nyomvonalat. És ez volt a kisvasút nyomvonala. Itt egy kicsit az előző átjáró óta eltávolodott a nagyvasúttól, de nem nagyon, mert itt van még mindig mellettünk. És akkor mindjárt mutatok egy érdekességet. Bizony, itt a sínszálak megmaradtak még. És itt tovább egyenesen, és ott fog majd alulról átmenni a nagyvasút alatt. És látjátok, itt van az új telepi. És hát a régi TS telep, hát gondolom, hogy most is mezőgazdasággal használják. És itt volt a Szent Mihály telek megálló, mert a nagyvasúton is volt itt megállóhely. Hát ezt a megállóhelyet már korábban megszüntették. Viszont most így felmerült, hogy ha Szeged-Röszke vasútvonal felújítás, akkor ugye villamosítva lesz és teljesen fel lesz újítva, akkor vissza fogják építeni, és pont ugyanide, legalábbis a tervekből úgy emlékszem, hogy a régi helyén akarják újra nyitni a Szent Mihály teleki megállót. Tehát itt a Szabadka-Szeged vasúti kapcsolat miatt van rá szükség, illetve hogy a kelebiai vonal kiesésekor, mert annak a felújítását azt még idén el fogják kezdeni. Legyen egy kerülő útirány, és a szerb oldalon már javába dolgoznak, már igazából alapokig felszedtek mindent. Ott igazából szükség is volt erre, mert gyakorlatilag egy monarchia belisinek voltak sok helyen, meg ilyen 10-15 km/h sebességkorlátozással lehetett csak közlekedni. Magyar oldalon még itt legalábbis eddig nem látok semmi nyomát, hogy elkezdték volna a felújítást. Viszont itt annyira nem is sürgős, mert 60 km/h sebességgel ez a vonal járható. Tehát, hogyha a szerb oldalon megcsinálják, akkor végül is villamosítás nélkül is, hogy 60-nal tudnak elejárni a vonatok, bár a villamosítás is azért kell igazából, hogy a tehervonatok kerülő úton el tudjanak menni, sőt, terve volt még egy deltavágány is, hogy Szeged rendező kikerülésével egyenesen ki tudjanak menni a szeglédi vonalra. Hát, hogy aztán mi fog megvalósulni, az más kérdés most, de önmegyek erre is. Folytatom a kisvasút bejárását, itt még egész jól járható a töltés, látszik földút van a helyén. Én szerintem még a régi felvételi épület is megvan. Úgyhogy csak így messzire mutatom meg. Szóval erre eljöttünk, és akkor haladok a nyomvonal mentén. És itt annyi volt ott a Szent Mihály teleki állomás épületnél, hogy ki volt hajítva egy csomólom, amit ott éppen dobáltak egy kupacba. És egyébként belülről is teljesen ki van belezve az épület. És éppen ott voltak vagy négyen, és dobálgatták kifelé a lomokat. Aztán nem tudom, hogy az most hogy illegálisan vagy legálisan csinálják egyáltalán, hogy milyen tulajdonban van az épület, de inkább nem mentem közelebb és nem néztem meg jobban. Jobb a békesség. Az élők mégiscsak többen voltak. Úgyhogy egyelőre akkor megyek tovább, haladok a nyomvonalon. És majd hamarosan dobni fog itt egy jobbost és egy aluljáron keresztül. Ugye, de ezt már mondtam korábban. Átmegyünk a 136-os alatt, aztán az autópályánál még valószínűleg kerülni kell. És igen, itt jött a kisvasút, és itt. Itt jött át a nagyvasút alatt, és haladt tovább az autópálya fele. Itt egész jó követett a nyomvonal, valószínűleg az autópályánál kell kerülni, valameddig mennyi legyenesen nem lehet majd átvágni. És ezt nézzétek, egy híd, és ezen keresztül ment át a kisvasút, hát semmi nem maradt belőle, de legalább a nyomvonal jó követhető. Mármint a híd az ugye megmaradt, és a környéken nincs másik, ugye biztos, hogy csak itt tudott átjönni. De hát van olyan azért egykori kisvasúti híd, ahol még a sínszálak is megvannak, meg egy-két alfa, hát itt semmi. Ez már majd, hogy nem szláda, ilyen földút vezet a
egykori kis vasút helyén rendesen döngöl, stb. Simán lehet vele menni. Az már gondolom, hogy Sándor falvára megy ez a sok villanyvezeték. Ugye ott van egy trafóállomás. Ha megnéztem közben a térképet, ez még nem a kis vasúthoz tartozó épület, viszont itt ment, ahol lehet ott a földút helyén. És a következő az Kunhalom lesz, ahol az elágazás is van, az egyik irányba Ásotthalom, másikba puszta mérges. És itt az igazi vidék hangulat. Ezt nézzétek, ott van egy szavazó. Ott meg pulyka? Azt hiszem ez pulyka. És ezt nézzétek, a volt Kunhalmi állomás épület. Bizony. Nagyon szépen felújították. Ott van egy tájékoztató tábla is, azt már lefényképeztem. És itt volt a vágányok. A három vágányos állomás volt, hogy ez is ki van írva. Nagyon tájékoztató, és kicsivel arrébb volt még az autópályba előtt az elágazás. Aztán a balra Ásotthalom, jobbra puszta mérges. Majd ezt a kicsit közelebb megyek, látni is fogjuk, de ugye ezt... Hát kár, hogy nincsen nyitva, meg nem lehet. Bármelyik a kertkapu, meg nyitva van, tehát van itt valaki, nem tudom, hogy belül van a kérdés. Aztán a domaszéki állomás épületnél ott viszont van kis vasúti kiállítás. És egyébként ott fel van akasztva egy vasúti lámpa is, meg egy régi vasúti óra. Tehát itt tényleg ott megvolt a váróterem, forgalmi iroda, itt minden volt. Ez volt az egykori elágazás, és itt van a tájékoztató tábla is, megmutatom. És itt van az egykori elágazás. Ásotthalom, puszta mérges. Meglátjuk ennyire, mert ez az az ág, ami felüljárón átvezet az autópálya felett a térkép szerint. A másik meg szerintem innen Zsák utca, mert az autópályánál tovább nem lehet menni, azért majd megpróbálom. Előtte térképet nézek, már úgy látom, hogy rá is épült a nyomvonalra. Látjátok, erre ment a vonal Ásotthalom fele, viszont ott az autópálya nem lehet átmenni, ott van a vége az útnak. Ott, ahol az a teherautó megy. Egyébként erről, tehát itt el kell menni puszta mérges fele, ott átmenni a felüljáron az autópályán, aztán utána valahogy visszajönni ide. És akkor tovább Ásotthalom fele, közben egy kis kerülővel átjöttem a túloldat, és bizony igen, ez a kis vasút töltése. Talán ezek a pózdák még valamennyire jelzik, mert ezek szerintem a távírók helyére tették, bár... Ezeket én megnézve, ezek villanyvezetékek szerintem. Ezt nézzétek, ez volt egykor a tanyasi iskola. Fekete szél megállóhoz közelítünk egyébként, azt hiszem, kicsit még odébb volt, nem pont itt. De bizony ez így... Pont az a környék, ahova... Most tömegközlekedés az nincsen, mert azáltal ez már Szent Mihály terektől gyakorlatilag ez megvan, hogy ilyen földutas helyeken ment egykor a kisvasút, ahova azóta se tud a busz kijárni. És majd be fogom linkelni a videó leírásában egy ilyen videó, hogy Magyarország kisvasúti sorozatából a Szegedi Madzagvasút címen készült egy videó, de könnyekül, és akkor valahol ezen a környéken, itt Ásotthalom meg Kunhalom között valahol forgatták, ahol úgy kezdődik, hogy egy itt lakó a sineken állva így elmondja, hogy nem szeretné, ha megszüntetné ezt a kis vasutat, mert már oké, hogy már esetleg már lassabb, meg ugye korszerűtlen, bár igazából ezt mindig igyekeztek korszerűsíteni. Tehát itt először volt a lángépgyár által rendelt dízel elektromos hajtású mozdony, akit közlekedtek először. Folyamatosan modernizálták a kocsikat is, tehát már végén négy tengelyes, ilyen személy szerint okosi közleket. A többi kisvasúthoz képest, tehát még 1975-ben, mikor kimondták le a halálos ítéletet és megszüntették, akkor ez nem volt rossz állapotban. Csak már korszerűtlenné vált, meg ugye a piacozás, ami a hatalmas forgalmat adott neki, az akkor esett vissza, mikor megszüntették a villamost, amely kiállt az átrakóhoz, és onnan gyalogolni kellett a nagy állomásig. De hát, hogyha egykor nem vágják vissza a kisvasutat az átrakóig, hanem bemegy oda a belvárosi híd lábához továbbra is, akkor ez nem lett volna probléma, mert a piac meg a Széchenyi téren volt, és onnan már azért tényleg gyalogló távolságban van. Tehát nem az van, hogy még a nagy állomásig el kell gyalogolni és felszállni az egyes villamosra. És egyébként ez gyakorlatilag teljesen jó, tehát csak a villanypózzák rondítva meg benne a 19. századi érzésbe, de gyakorlatilag az olyan, mint tényleg, mint a 1900-as évek elején lennénk. És hát be is vált a jóslat, mert azóta is, mióta ez a kisvasút megszűnt, hát itt közlekedés nincsen. A villamosítás az már megtörtént.
annak a videónak pont az volt a vége, az utolsó percében azt mutatják, hogy egy ilyen közelebb érzét a tanyára, ahol előtte elmondták a lakók, hogy szeretnék, hogyha végre bevezették a villanyt, mert nagyon vágynak már rá, hogy bekötik a villanyt, hát így cipelik a kézzel a villanypóznákat, felállítják, bekötik, és az a filmnek a vége, hogy felkapcsoltatják a villanyt, és elcsodálkozok, hogy milyen világos van a szobában. Na, és akkor ez egy 400 kV-os vezeték éppen. Hát, de itt vannak a kis feszültségűek is. És ez hatalmas póznák, tehát ezek szerintem ez megy ki Szerbiába. Biztos, hogy 400 kV-os. Nézzétek meg mekkora. Na, ezt nézzétek. Fekete szél Csala iskola. Mi mindig a kis vasúton vonalán vagyunk, csak eddig semmi olyan érdekes nem volt. De itt van a másik iskola épület. És bizony itt ment tovább a kis vasút, és itt is említi, hogy volt a kis vasútnak megállója, csak még nem sikerült kideríteni, hogy melyik épület volt az. Mert akár lehetett az is, mert a fényképek alapján gyanús, csak azt már teljesen átépítették, tehát nem is biztos, hogy az volt, mert kicsit még tovább megyek, és akkor szerintem fogok még találni olyan épületet, ami akár a kisvasúté is lehetett volna. Viszont a nyomvonal legalább jól kivehető és jól járható. Földút van a helyén. Itt egy tábla, amit nem tudok mire vélni. A domaszék pedig az a másik ágán van a kisvasútnak. Egyébként a kisvasút az itt van a töltés még mindig, és a térképet megnézve a tavat kerüli, tehát még ez is jó. Igen, ez pedig Kiskunzulásban ma Móra-halom 25 kiló volt, tehát Móra-halom fele is jó irányba megyek. És itt volt Széksóstónak is volt egy állomás épülete. Lehet, hogy pont ez az, ami itt van szemben. Van róla kép, vasútállomásokhoz összehasonlítom, és lehet, hogy megtaláltam. És egyébként itt egy tájékoztató tábla, Bivajos Istálló. Itt a kis vasúthoz, de nem tesz említést a kisvasútról, viszont a nyomvonal az itt be van jelölve. Itt vagyunk, Széksóstó egykori állomáson, és itt voltak a sinek. Előttünk, és a kisvasút az pedig itt arra ment tovább. Hát lesz majd egy szakasz, ahol elkanyarodik a közúttól, nem tudom, hogy lehet-e követni, én esetleg meg fogom próbálni. És itt van egy tájékoztató tábla is, régi képekkel, térképekkel is, tehát itt vagyok most, és akkor ugye látszik, hogy a Móra-halom fel a közút az egyenesen megy. Hát a kisvasút az nem így ment, még felfűzött ott egy-két helyen. Ugye az alsó központ volt régen Móra-halom. És ez már az utolsó olyan hely, ahol már van közút rendesen kiépítve, és van buszmegálló, tehát ez a környék, meg Móra-halom is már ki van szolgálva, meg ugye Ásotthalomra is vannak már buszok, és itt van a történet, hogy ugye 1975. augusztus 31-én szült meg, és a menetsebesség már a kezdetekben is 30 km/h volt, ami kisvasúton még most sem rossz. A legtöbb turisztikai kisvasút az lassabban megy ennél. Sőt, szerintem az összes még Balatonfenyve sír csak 25-en megy. Nem azért, mert nem tudna többen, hanem mert arra elég. Tehát és itt is írja az, hogy többszöröse voltam majd Marina Szeged közgazdasági területe. Vagy hát közigazgatási. És hát igen, ezek a települések később, ugye Ásotthalom, Móra-halom, Széksós, ezek elszakadtak Szegedtől, de akkor még Szegednek a része volt, és gyakorlatilag kiépült a kisvasút köré. Tehát itt azért is megy jó nyomvonalon, mert kihúzták a vasutat, és köré bővült a település, tehát a vasút környékén. És itt is elszakadtak Szegedtől, a kis település, és írja is itt, hogy gyakorlatilag a kisvasút hozta létre a településeket. És a legtöbb helyen iskolát telepítettek mellé, tejárt vevők, gabonaraktárak, malmot, orvosi rendelők. Hát amire ugye szükség volt. És itt is írja azt, hogy egyes által érzett helyeken fekete szél, meg ugye nyilván ezért Kunhalomtól fekete szél, így gyakorlatilag az igaz, hogy nincsen kiépített közút, és közösségi közlekedés sincs. Ez volt az állomás utcafront felőli része, hát és az is látszik, hogy nem volt rossz helyen, mert a buszmegálló is itt van. Gyakorlatilag alig 10 méterre tőle. És egyre még szerencsém is van, mert a kerékpárút az gyakorlatilag a kisvasút nyomvonalán megy. Sőt, a térkép szerint
Abszolút, úgyhogy remélhetőleg ez végén módra halom, hogy így lesz, és akkor simán végigudulok. És igen, itt végig az egykori kisvasút helyén megy a bicikliút. A kisvasútnak az egyik hídja az például pont itt van. Csak ráaszfaltoztak és tettek rá szalagkorlátot, egyébként ugyanaz. És itt folytatódik tovább, és kb. Egy kilométerre van Mórahalom állomás épülete. Na ezt nézzétek, ez a Mórahalmi állomás épület. Az utcafronti része a vágányok a túloldalon voltak. Hát errefele. Na szóval hát akkor itt van a Mórahalmi állomás épület. Hát ennyi mennyi látszik. Előre meg amennyi hozzáférhető, hát a többi az zárt területen van. És itt viszont a közút mellett megy majd tovább, vagy ment egykor a kisvasút, szerintem a bicikliút az követi. Ásotthalom felső lesz a következő, majd 4 km múlva. Hát látjátok erre. Nagyjából itt kifordult, és ment itt a közút mellett. Ilyen az, amikor a Google által mutatott utcát lekerítik, tehát a másik oldal semmi nincsen. Tábla, hogy mellékutca, zsákutca, tehát tábla senki, de valamelyik balon meg ide húzott egy kerítést, és nem lehet átmenni. Akkor erre egyenesen tovább. Bicikliút az nagyjából a kisvasút nyomvonalán megy. Úgyhogy akkor irány tovább Ásotthalom felsőig. Ásotthalom felső. Valószínűleg ez lesz az más épület, nincs a térkép szerint, meg itt kell lennie. És így néz ki a vágányok felüli oldala. Hát már valószínűleg átépülték, viszont a melléképület meg a többi az megmaradt. És valószínűleg lakott is, mert még légkondi is van felszerelve. A kis vasút meg valahol itt ment, hát nem pont a... Lehet, hogy nem pont a bicikli útnyomvonalában, viszont egy darabig leköveti. És közben ez már Ásotthalomnak a külterülete, viszont a Kissor város rész, és ez volt valószínűleg a vasútállomás, ez még az Open Streetmap is jelöli, és a kisvasút pedig itt ment ezen a földúton mellette, vagy hát lehet, hogy nem pont a földúton, de itt, ezen a környéken, tehát onnan. Kisvasút egyenesen erre jött, ez már egy ilyen szép erdei szakasz, és gyakorlatilag Ásotthalomig ilyen lesz. És ez lehetett egykor a Dobóicskola megállója, a térkép itt jelöli, de fényképp nincs róla. Tehát lehet, hogy ez volt egykor a dobóiskola megálló, viszont a kisvasút az biztos, hogy erre jött. Vagy ez lehetett az iskola, nem tudom, ez is olyan elég nagy épület, tehát még ebből kinézem, hogy ez volt az iskola. Esetleg még azt is, hogy mégiscsak ez volt az állomás épület. Vaj, hogy mivel nincsen fénykép és a térképen is sem biztos, hogy pontosan jelölik, így hiába nézegetem a térképet, nem biztos, hogy bármi hasznosat is találok, majd fentről.hu meg itt nem elérhető. Úgyhogy azt vagy csak az lesz, hogy majd utólag itt nézegetem a térképet, hogy na mégis mit találtam. Szóval akkor megérkeztem Ásotthalomra, és itt valahol itt az utca mellett ment a kisvasút, és az állomás épület megadta az iskola mellett van, úgyhogy azt szerintem még meg lesz, és egyenesen kettő tovább kell menni. Úgyhogy ezt biztos megtalálom, és aztán még a halásztelki iskoláig el fogok menni, az még pont belefér világosba. Bevallom, ismét tanástalan vagyok, mert térkép szerint itt kéne lennie az Ásotthalmi végállomásnak, mert tudja, a sinek a túloldalon voltak. És ez az épület, ez több régi képen is megvan. És akkor viszont a mellette lévő volt az állomás épület, csak már átalakították, hát most Rózsa Sándor emlékpark lett. Megnézem még a túloldalát, hát ha okosabb leszek. Hát nem tudom, mert helyileg valahol itt kellett lennie. Viszont egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy a képen, viszont az amiatt is lehet, hogy átalakították azóta. És itt ment tovább egyébként a halásztelki iskola fele a kisvasút, azt még be fogom járni. Aztán majd még visszafele szerintem, majd még kutakodok egy kicsit, hogy biztosan ez az épület, vagy nem. Szerintem egyébként ez volt az az épület, csak itt ezt a fényképet nézve. Nagyon át lett alakítva, de szerintem ez volt az. De majd ezt a képet be fogom linkelni, viszont amit még így kiszúrtam, hogy próbálom menni, hogy van az a fehér ház, ami innen, hát csak a teteje látszik, de az ott van, mert közben ezeket elépítették. Hogy az megvan, meg ez a másik épület, ez is megvolt már akkor, amikor ezt a fotót csinálták. Csak ezek a kisebbek nem épültek még ide.
Hát szerintem jó helyen vagyok, és ez volt az, csak hát már rá se lehet ismerni. Ennyi megmaradt a kis vasútból, néhány betonaj. És egyébként vasútállomások.hu volt még egy fénykép, azt még úgy raktak ki, hogy még sínmaradvány volt egy masoköves átjáróban, az már nincs meg. Az átjárót leaszfaltozták, a sínmaradványba meg szerintem leaszfaltoztak, úgyhogy ott van az, csak az aszfalt alatt. Ezt nézzétek, így már majdnem naplementés kép itt halastelekről, és valahol a térkép szerint itt volt a halasteleki iskola, és lehet, hogy pont ez az. Nem lehet tudni, viszont itt csak egy esőbeálló volt már akkor is, ami képet találtam. Kicsit még előrébb megyek, mert ott van egy buszforduló, tehát valahol a között és itt volt a végén. Csak nehéz a Google Maps-el is pont jól belőni. Ugye megmutatom azt is, hogy merről jöttünk. A kameramtól, ja, hát ezt még látja. Ja, és egyiket lehet, hogy egy párszor már mondtam halásztelket, de nem, ez halastelek. Először én is halászteleknek olvastam, de a helyes megfejtés halastelek, tehát az a jó megoldás. Ne írjátok meg, hogyha eddig végignéztétek a videót kommentben, hogy rosszul mondtam, mert én is rájöttem magamtól. Más épület, hát még ott van egy, de hát az nagyon messze van. Kisvasút, meg a térkép szerint itt a földút mellett ment, bár az egy, nincs egyértelműen jelölve, vagy legalábbis nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy melyik oldalt. És hát már 1970-ben felszedték, tehát 46 év után már nem sok nyoma van neki. De hát egyébként ez egy tipikus külterületi rész. Hát és innen az út már csak visszafele vezet, tehát ott előre már nincs semmi. Tehát ide azért még busz kiállt, de csak eddig a csik oldalról. És eredetileg azért hosszabbították meg ásolthalomra idáig a kis vasutat, ilyen plusz 4 kilométert oldás van csak kb, mert hogy ez a térség nem volt kiszolgálva tömegközlekedéssel. Hát azóta ezt kapták a kisvasút helyett, hogy van itt egy buszforduló, és idáig egy busz kiáll. Tehát végülis ez a környék, ez már kapott buszos pótlást a vasút megszüntetése után. Ugye megnézzük azért halastelek autóbuszforduló, na nézzük, hova lehet innen eljutni. Hát Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom és Szeged. Szegedben megy busz reggel meg délután, hát az nem valami nagy kínálat. Megy Mórahalomba hajnali 4-kor, hajnali 5-9-kor, 5-59-kor, aztán utána 9 óraig semmi. Tehát iskolába járásra ezt sem nevezném egy olyan hú de jó menetrendnek, mert 5 óra 9-kor bemész Mórahalomba, nem tudom mennyi a menetidő, hát ott van 28 perc. Hát, vagy 5-59-kor bemész, benn vagy 6-28-kor, mit csinálsz 8 óráig? Tehát ez megint ez ilyen se munkába, se iskolába nem jó, így ránézésre. Tessék, itt van, mutatom. Aztán a következő 9 órakor megy, az már nem jó, se iskolába, se munkára. 14.09-kor megy, meg 16.14-kor. És az utolsó 20.14-kor megy, na nézzük, Domaszékre. Hát, mehetsz 20.14-kor, aztán ennyi. 41 perc a menetidő. Ja, van egy másik Domaszék bejárati út, hát az mondjuk ugyanaz, tehát az valószínűleg az lesz, hogy valahol a bekötő út szélén megáll, aztán gyalogolj be. Hát ezt amúgy a kisvasút is tudta rengeteg helyen, hogy meg a vasút is tudja, hogy megállott a falu szélén valahol, aztán sétálj. Hát Ásotthalomra, és még a legelső busz 8.31-kor van, hát az se valamilyen utasvonzó menetrend. Tehát iskolába, munkába járásra ne se nevezném olyan nagyon hú de jónak. Ja, viszont itt van Ásotthalomra még egy, tehát na, amikor a 7.39-es az még 10 perc alatt benn van, az jó, az munkakezdésre, iskolakezdésre az mondjuk jó, mert ugye mind a kettő 8 órakor van. 5.59-es már kevésbé. Hát meg azt, hogy 20.14, ami az utolsó, azt én korainak érzem, hát főleg, hogyha visszafele is akkor lehet csak jönni, tehát addig még annyira a babazsúr se ér véget. De egyébként tessék, ugye meg is mutatom, hogy itt van Halastelek autóbuszforduló, és itt is van szembe egy épület, na hát ez is nem tudom mi volt, de ez is ilyen nagy épületnek tűnik, tehát azt gondolom, ami iskola lehetett régen. Iskola, műfáz, ilyesmi.
ez jó is lezáró jelenetnek. Elment a busz, leszálltak róla hárman. És gyakorlatilag ennyi. Ez az a busz, ami kiállós, felszálló pedig nem volt. És akkor nagy naplementébe vissza Ásotthalomra, végülis a vonalbejárás megvolt, mert a terv az teljesült. És akkor megpróbálok most így erre visszamenni, mert itt van egy út, ami a térkép szerint szintén Ásotthalomra vezet, csak egy másik irányból. Megvetjük, úgyis arra kell menni, aztán meg majd a főút mellett tudok visszamenni. Most már a kis vasútvonalán megyek vissza, hanem a főút mellett. Úgyhogy akkor ez valószínűleg ez a... És itt ennyi lesz, hát hogyha még veszek föl, akkor azt majd úgyis fogjátok látni. De akkor köszi, hogy ezt is megnéztétek, ez egy jó vonalbejárós videó volt, jó hosszú, és még a kis vasútból is sikerült maradványokat találni, és nem csak épületeket. Úgyhogy ennyi, sziasztok!